Felemáson kezdte az NB2-es labdarúgó bajnokságot a szombathelyi Haladás, amely a Siófok elleni fölényes idegenbeli siker után egy Szolnok elleni hazai döntetlennel, majd egy Irmóti vereséggel folytatta a szezont. A zöldfehérek a hétvégén az eddig 2 pontot gyűjtő Szeged ellen javítanának hazai pályán. Nagy nehéz mérkőzés, nem lesz egyszerű. Azért ismered Szegedről, aki évről éve megmutatja, hogy egy biztos és stabil csapat NB2-ben. Ez az NB2, amit most ebben az évben szerintem az egyik legerősebb az utolsó 10 év itt Magyarországon. Úgyhogy egy nehéz ellenfél, nagyon tisztelünk, de nyilván a győzelemre megyünk. A Haladás csapatkapitány azt is elárulta, hogy miben kell fejlődni a csapatnak az elmúlt meccsekhez képest, és mi lehet a győzelem kulcsa a Szeged ellen. Nagyon fontos szerepe van az első gólnak, hogy kiszerez az első gólt, sajnos az elmúlt 2 mérkőzésen nem mi szereztük. Mind a 2 mérkőzésen meg volt a lehetőségünk arra, hogy mi szerezzük az első gólt, utána lényegesen könnyebb dolgunk lett volna, úgyhogy arra kell fókuszálnunk, hogy mi szerezzük meg a vezetést, és akkor utána meg is kell őriznünk, a sőt növelnünk kell. A Haladás-Szeged bajnoki mérkőzést vasárnap 19 órától rendezik a Rohonci úton.